Szalma Zoltán már gyermekkora óta foglalkozik földműveléssel és állattenyésztéssel. Most 15 tehene és borjai és bikái is vannak. 35 hektár földön termel kukoricát és gabonát. A terméssel eteti a jószágokat. Szerinte, ha megváltozna a terület alapú támogatások szabályozása 2015-ben, vagyis 100 hektárról 20 hektárra csökkenne a szubvencionált terület, akkor nagy bajban lennének. Hát így is nehéz volt, tehát ez a támogatás így is kevés volt. Mondjuk az volt az egészben, hogy egy részét le tudtuk fedni a költségeknek. A munkát, a fáradalmat nem számolva, mert itt tehát majdnem egy 24 órás munka. Szalai Géza ludasi termelő 300 hektáron gazdálkodik, eddig 100 hektárra kapott támogatást. Olyan egyszerű a dolog, kevesebbet fordítunk a földre. Tehát azt a pénzt, amit még megkapjuk, azt a pénzt nem költsük el, nem tudom mire. Tehát visszafordítsuk. Az állami földek olyan állapotban vannak, hogy szinte képtelenség meggyőzni műtrágyával. Tehát, ha én kevesebb támogatást kapok, kevesebbet fordítok a földre. A területalapú támogatás eddig 12 ezer dinár volt hektáronként. Ebből készpénzben 6 ezer dinárt kaptak a termelők. A másik 6 ezer dinárt üzemanyag, vetőmag és műtrágya vásárlása után kaphatták vissza a gazdák. Amennyiben minisztérium elveszi az eddigi területalapú támogatásokat, és csak 20 hektárra fizeti ki, akkor azok a termelők, akiknek több mint 20 hektár földjük van, azok igenis komolyan károsodnak. Tehát ez egy kicsit olyan kérdéses, hogy akkor a minisztérium mit is akar Szerbiába? Eddig mindig arról volt szó, hogy a minisztérium maximálisan és az egész szerb kormány támogatja a mezőgazdaságnak a fejlesztését, és prioritásként kezelik, stratégiai ágazattá nyilvánították, ugyanakkor pedig elvonásokat tettek, ahogy a helyezte kilátásba jövő évre. Szerbia költségvetéséből 5,65% jutott 2014-ben a mezőgazdasági tárcának. 2015-ben a köztársasági költségvetés 5%-át szeretné a mezőgazdaságra fordítatni. Snežana Bogoszávjevic Boskovic az agrártárca vezetője. A százalékok tehát csökkenhetnek jövőre, azonban kérdéses még, hogy ez dinárban mit jelent.